Romániában is hivatalosan megünnepelhetik majd a magyar nyelv napját, amennyiben a parlament elfogadja az RMDS törvénytervezetét. A kezdeményezők szerint ilyenre van már precedens, és a szorványban különösen fontos lehet. A magyar nyelv napját 2009 óta ünneplik meg Magyarországon, 2011 óta november 13-án. Ekkor fogadták el ugyanis a magyar államnyelvi tételét 1844-ben ha az RMDS javaslatát elfogadják, Romániában is hivatalosan megünnepelhetővé válik ezen a dátumon a magyar nyelv. Van több precedens, hiszen elsőként nyilván a tatárok, akiknek nincs önálló államuk, de később más nemzeti kisebbségi közösségek is kérték, hogy az ő anyanyelvük napját valamelyik napon megünnepelhessék, és normális, hogy akkor a magyar közösségnek is jár ez a nap. Molnár Zsolt Temes megyei képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen ünnep hivatalos tételével az önkormányzatok törvényesen szervezhetnek a magyar nyelvvel kapcsolatos ünnepségeket. És ez különösen azokon a vidékeken lenne fontos, ahol kis számú magyar él. A szorványban különösen fontos, mert a szorványban ugye sokkal kevesebb az a mindennapi élethelyzet, ahol a magyarok az anyanyelvüket használhatják, így, így meg tudjuk majd csinálni azt, hogy legalább egy bizonyos napon erre tudjunk összpontosítani, és a magyar nyelv köré gyűjtsük össze a magyar közösséget. A tervezett törvényerőre emelkedését azonban hosszas procedúra előzi meg. Még akkor is, ha a többség támogatja az elképzelést, a parlamenti procedúra évekig is elhúzódhat.